Először a kishomok és Szabó-Szabolcs gazdaságát és az új körvállázó felszerelést tekintette meg Pintér Attila. Ezt követően a futó családhoz látogatott el, akik miután egy gyermekük után hármasikrekkel bővültek, az alapítvány pályázatából vásároltak nagyobb családi házat maguknak. Az új házba október 22-én költöztek be, tavasszal pedig fóliasátras termesztésbe kezdenek. De a több, hát szokatlan. Nagyon sok mindent föl kellett újítani rajta, újra kellett messzelni. Hát ránk vár még így a nyílászárók cseréje, de egyenlőre azt majd tavaszra. Így télire megcsináltunk, amennyi fontosabb volt. Pintér Attila úgy értékelte, hogy a ma meglátogatott családok pontosan azt teszik, amiért a Prosperitáti Alapítvány létrejött, a szülőföldön maradásukat és boldogulásukat készítik elő a magyar állami támogatásból. Mindkét család megérdemelte ezt a támogatást, az egyik ugye egy mezőgazdasági vállalkozó úriember volt és a családja, a másik pedig egy több gyermekes család, akiknek az egyik fő célja az, hogy helyben maradjanak és helyben boldoguljanak. Magyar Kanizsa községben eddig mintegy 150 millió dinárnyi beruházás valósult meg a Prosperitáti támogatásából. A nagykövet szerint a hónap közepén várhatóan megjelennek a hiteltámogatások is, amelyek elsősorban a kis- és középvállalkozások vonatkozásában kínálnak majd kiváló befektetési lehetőségeket.